Egy ifjúsági olimpiai bronzérmet nyertél, ennek tudsz örülni, vagy egy kicsit többre számítottál? Lehetett volna jobb is, kezdjük ott, de borzasztóan időkenek is, ugye. Mi kellett volna ahhoz, hogy jobb legyen? Voltak gondok ott a vége fel a jéggel, ugye a jég már nem feküdt annyira, mint az elején, és a lépésre se jöttek ki. Nem tudtatok taktikázni? Tehát, hogy két magyar volt a fináléban, volt valami olyan taktika, amit próbáltatok megcsinálni? Hát az volt a baj, ugye a mezőny az azért az Andrusnak még nehéz lett volna ott azért kapaskodni elől, de szerintem nem lehetett volna, úgyhogy ketten összeállunk, és akkor elől ott okoskodunk. Eddig is ismerted ezt a mezőnyt, de most az is kiterült, hogy ki milyen formában van. Ebből az ezres bronzból az 500 méterre mit lehet következtetni? Hát nem tudom, igazából ugye jó hatással lesz rám ugye 500 méteren és ez az 1000 méteres eredményem. És az önbizalmadnak? 100%-ban dob rá ugye. Kit tartasz a legnagyobb riválisnak 500-on? Hát szerintem itt a kínai úri embert, aki itt áll mellettem igazából. De most már nem látszik, de ő lesz az szerintem, aki a riválisom lesz. Ő az.